felteszek nektek egy kérdést, és nagyon sokat beszéltünk már erről, de hogy úgy magadba feltette, de már úgy magadba őszintén, hogy mi lehet a, az Ószövetség és az Új Szövetség közötti különbség. Hogy úgy őszintén, hogy úgy átgondoltad de valaha is ezt a dolgot, olyan szempontból, hogy mondjuk az akkor élő emberek, akik Istennek akartak tetszeni, hogy kellett, hogy éljenek, az új szövetségben élő emberek, akik Istennek akarnak tetszeni, hogyan kell, hogy éljenek? Sok különbség van? Akkor a 10 kell, És a most éve nem? Éve most, éve nem. Éve most ölhetsz, paráználkodhatsz? Akkor, vászol, áldozni kell, hát jó, igen, nem kell áldozni, ez egy kis különbség. Hát ez ugye szépen kegyed, de az mi az, hogy a kegyelemből? Ne aragudjatok már. Igen, hát mi pogányok, az biztos, úgyhogy mi nekünk esélyük nem volt, se áldozat, semmi, igen. esetleg prozeliták, akik zsidóvá válnak. Én megmondom őszintén, én a napokban gondoltam át ezt az egész kérdést, és a megközelítéseben van a legnagyobb különbség ugyanis az egyik, az ószövetségnek a az Isten megközelítése, az abból van, hogy te szedd össze magad. Legyél ilyen, olyan, amolyan. Az új szövetség, Isten megközelítése pedig az, amit a Jocó mondott, hogy vegyél szent lelket, és akkor ilyen és olyan leszel. Érted? Tehát szó sincs arról, hogy te most az új szövetségben nyugodtan paráználkodhatsz, meg lophatsz, stb. stb. De ezt az állapotodat nem abból az aspektusból éled el, mert ugyanis Isten azt mondta, hogy abból az aspektusból nem lehetett elérni. Mert ha el lehetett volna érni, akkor nem kellett volna új szövetség akkor nem kellett volna Jézusnak meghalni, akkor nem kellett volna, hogy Jézus lejöjjön a mennyből, és hogy most ünnepeljük itt karácsonykor őt. Betlehembe megszületett, pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el. Nem kellett volna. És a, az egyik legnagyobb probléma, amiről hétről hétre, hónapról hónapra beszélünk, és ami, ami újra felüti a fejét, és amit a Karesz is itt most pedzegetett, nem arról beszél a Karesz, hogy nem kell semmit csinálni, vagy valami, hanem arról beszél, hogy más módon nem én élek már, hanem él bennem a Krisztus. Nem az én akaratom, nem az én szorgalmam, hanem Istennek a jelenléte végzi el a dolgokat a körülöttem és bennem. Tehát igazából az új szövetségben Kegyelemből élünk, szeretet által élünk, hit által élünk, és szent szellem által belülről éljük meg azokat a dolgokat, amit az Ószövetség képtelen volt. És ha az Új Szövetség újra törvényeket állít, akkor nehezebb törvények várnak ránk, mint valaha. Mert az Új Szövetségben még az is bűn, hogyha bűnös kívánsággal asszonyra nézel. Az Új Szövetségben az is bűn, hogyha gyűlölöd az ellenségedet. Az Új Szövetségben akkor az is, de az új szövetség nem újabb kövtábla, nem újabb törvények sorozata, hanem az új szövetség bemutatja azt, hogy sokkal tovább tudsz eljutni Isten szelleme által, még az ellenségedet is fogod tudni szeretni. De nem azt mondja, hogy szedd össze magad, és most már eddig szeretted a fele barátodat. Most már szeretned kell az ellenségedet is, fiam. Igaz, ezt nem tudta senki betartani, de most te pehedre új szövetségbe születtél. Sokkal nehezebb lesz. Nem erről beszél az ige, hanem sokkal könnyebb lesz, ezt mondja, és örömüzenetet mondott nekünk. Hát, hogyha örömüzenetet mondott nekünk, akkor nem újabb köptáblát adott nekünk az Isten. Jézus Krisztus nem kötáblával szállt le a mennyből, hanem a tulajdon Vérét adta odaértünk, hogy bemenjen a kárpiton keresztül a mennybe, és mindenki, aki az ő nevét hívja, segítségül, mehessen az Atyához, úgy, ahogy van, kész, pont. És akkor elvégzi a munkát bennünk a szelleme által. Egy dolog, amit, ami, ami nagyon szükséges, és amire nagyon érzékenyeknek kell lennünk, az a belső emberünkbe való élet amikor a Szent Szellem megszomorodik bennünk, arra kell odafigyelni. Egyből jelez, egyből jelez, és ez a fontos. Persze, az ember, ember okoskodhat, de, de a Szent Szellem egyből jelez, hogy nem jó, nem jó szóltál. Ugye, elégették a vasárnapi húst, és azt mondtad, hogy ez ehetetlen. Csak nem biztos, hogy ezt így kell megmondani, tudod? Hanem azt kell mondani, hogy nem baj, én is elégettem már. Semmi probléma, megesszük. Hozzad a kalapácsot, meg a vésőt. De amikor azt mondod, hogy ehetetlen azért ne alagudjatok már, figyelni kellett volna, és akkor érzed, hogy mit, mit csinálsz? A szent szellem megszomorílik benne. Éreztem, hogy nem jól szóltam. Nem jól beszéltem. Érted? Nem jól beszéltem. Mert amikor belülről érsz, akkor a Szent Szellem egyből jelez. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Nem, ne mond tovább, ne csináld tovább, ne pörgess magadat bele többet, többi ebbe a dologba. Éljél szellem szerint, élj a belső emberet szerint, élj az Isten szellem. Ne szomorítsátok meg a bennetek lakó Istennek szellemét. Ez az új szövetségnek a lényege, az életnek a szövetsége. Nem a törvényeknek, nem a kőbevésett parancsoknak a szövetsége, hanem az életnek a szövetsége. Ha az élet legyen benned élet és öröm, és teljes életedben, teljes örömben és életben legyél benne. Nem állandóan gyökérkezeld magadat, hanem Isten, kérlek szépen, gyökért már téged. Fogad el és kijössz, és gyere ki a szabadságra. Na most, amikor Dávid életét elkezdtem, egyébként nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, de hát, mint favágó is egyben. Most már, ugye az erd erd Erdész, de hát én favágó vagyok egyébként. Nagyon szeretek fát vágni. Tehát nekem van papírom is arról, hogy favágó vagyok. Éppen azt gondoltam azt gondoltam már, hogy életem végén már. Favágó vagyok, ugye motorfűrészes tanfolyamot tettem le. Kérlek szépen gombaszakértő, erdész technikus. Lassan elélem a Lantos Gyurit, bár őt még azért nehéz lesz, mert ő annyit tanult, hogy ember annyit még nem tanult életében. Én nem tanultam olyan sokat, de... a ja, hivastársas jogosítványom van. Azt most a popír, tényleg, üzletvezető is lettem most. Tessék! Tehát vannak olyan emberek, akik egész életükben tanulnak, de az igazság ismeretére nem jutnak. azt mondja pár. Érted? De amikor Dávidot elkezdtem tanulmányozni, akkor egy nagy fába vágtam a fejszímet, és hát az Úr adjon nekem kegyelmet, meg jó belátást, meg látást, meg hogy el tudjam mondani. De az ő segítségére van szükség. Nagy léptékekben van benne a Bibliában, ez nem egy-egy igé, itt oldalakról szól a történet, és ezeket nem tudom mindent fölolvasni, hanem néhány részt. Emlékeztető csak annyit, hogy Dávid hogyan lett király. Fölkentek egy pizen nem tudom hány éves gyereket, aki a, a nyáj mellől jött. Haza se hívták, amikor a proféta megérkezett és mondta, Mondták kisainak, hogy a fiaidat ha hazase hívták. A gyerek maradjon a nyáj mellett, az nem érdekes. Na most ez lett a király. Na most ekkor jött egy olyan csodálatos dolog, amit a karesz most mond, hogy értsük meg, hogy miről beszél. Nem kezdett el agonizálni Dávid, hogy most hogyan fogom a koronát megszerezni. Hogyan, hogyan fogom ezt végrehajtani? És ott lesújtva, depressziósan bement a birkák közé, hogy ő most már hogyan legyen igazán király hanem visszament a birkákat legeltetni, és marha jól érezte magát, dicsérte az urat, méghozzá sokat. Ez volt az egyik erőssége neki, egyébként élete végéig ez volt az erőssége, hogy dicsérte az urat. Dicsérte és imádta, és ekkor betöltötte a Szent Szellem, ezért Dávid nem elsősorban Ószövetségi ember. Hanem Dávid elsősorban új szövetségi ember, és ezért nem Mózes fia Jézus, ezért nem Saul fia Jézus, ezért nem... Mit? Ábrahám fia sem még, pedig ott a hit, hitről van szó, hanem Dávid fia lett Jézus. Még Ábrahám az még a hit miatt új szövetségnek a, az előképe teljesen, de, de, de nem illés fia Jézus, szóval értitek, hanem Dávid fia Jézus, pedig Dávid ö, ö, sem egy egyszerű életutat járt végig. Na most, bizott Sámuel, aki megismerte az úr hangját, emlékeztek, kiskora óta megismerte a templomba szolgált, bizott abba, hogy amit az úr kijelent, mert Sámuel nagyon sokat bánkodott Dávid miatt, Saul miatt, és azt mondja, ne bánkodjál, keresett az Isten egy szíve szerint való férfiút. Kent fel királyá, felkente, és utána képzeld el, nem látjuk azt, hogy Sámuel eljárt volna a királyhoz besegíteni, hogy megbukjon az akkori király, vagy hogy Dávidot valahogy beszerezze a király palotába. Hanem mi történt? Mentek a dolgok a maguk útján. Méghozzá úgy, ahogy Isten elrendelte. Hát ebbe kell nekünk hinni, hogy bármit tesz az ördög ellenünk, vagy ellened, vagy az országunk ellen, vagy bármi ellen, Isten kezébe vagyunk. És mi az Úrtól függünk, nem nem a politikai helyzettől, nem a, a különböző nyomásoktól, és a nehézségektől, és a gázáremeléstől. Persze nem lesz könnyű, persze sok minden nehézség jön ránk is, persze sok baja van az igaznak is. Persze belekerülünk mindenbe, mi is ugyanúgy, mint a többi, de nekünk az utunk, az nem ez. És nekünk az utunkra az úr vigyáz, és nekünk Isten adja meg a kiszabadulást a nehézségből. A pusztulás gödréből ő emel fel bennünket. Tehát ő a mi úrunk, és nem a világnak a szelleme. Ezért Dávid már az Ószövetségben fantasztikusan kiábrázolja a kegyelem és a, a, a gyakorlatilag az új teremtésnek a, a, az életrajzát. Hát ez nem kegyelem, hogy egy gyerek úgy lesz király, hogy Isten felkeni és végigviszi úgy, hogy emberi akarat nélkül. Nem választották meg úgy, mint Sault, hogy kiemelkedett egy fejjel az emberek közül, és nagyon szép ember volt, magas, erős, stb. De ez a magas, erős, szép ember nagyon összetört a filiszteus góliát láttán. És ez a kicsi apró emberke, ez a Dávid pedig megölte a filiszteust. Miért? Mert Isten kegyelme, és Isten ereje, és Istennek a szelleme volt ő vele. Ezért mondja, amikor Becsavéval vékezik, és majd, majd, erről még többet beszélünk, hogy Szent Szellemedet, ó Uram, ne vond meg tőlem! Minden büntetést adja nekem. Vágják le kezem, lábam, akármi legyen. Csak a te szent szellemedet meg ne tőlem, mert én a te szent szellemed nélkül nem tudok élni. Mert ez az a szellem, amikor mindig betöltött, amikor én dicsértelek téged vígajakkal. És ez kéri, hogy csak azt az egyet nem. Csak az úrtól ki ne essek. Én az úr kezébe maradjak inkább, de nem, nem akarok, nem akarok semmi mást. És ez volt az a Dávid, aki, aki eljutott oda, hogy meghívták a palotába hárfázni, aztán utána látjuk, hogy, hogy legyőzi a góliátot, aztán a góliát legyőzése után folytatódik a sztori, a történet. Nagyon csodálatos a történet. Nem baj. Te baj. Hoppá, kisfiam. Mivel pedig elvégezte Saul való beszédet, Jonatán lelke egybeford Dávid lelkével, és Saul magához vevé Dávidot azon a napon, is nem engedi, hogy visszatérjen atya házába. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Jonatán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávid adta, sőt, hadi öltözetét is, saját kardját készívét is, övét is és elméne Dávid mindenüvé, ahová Saul küldé, és magát eszesen viselte. És Saul a harcosok fölé tevé őt, és kedveslőn az egész nép előtt, és Saul szolgái előtt is. Hát, ezt valaki emberileg el akarta volna érni, hogy a király fia odadja neki az övét, a felső ruháját és mindenét, sőt, majd később látjuk, hogy Jonatán maga mondja, hogy te leszel a király, Dávid, nem én. Mert Isten téged kent fel. És ezért én nem akarok Isten ellen lenni, én melletted akarok harcolni. És már, Jonatán már ekkor, és akkor mit csinál Saul? Vezérré teszi őt a királyi udvarba, és akkor nagy csatákat vívott, és énekelni kezdének az asszonyok, kik vigadozának és mondák, megverte Saul az ő ezrét, és Dávid ő és az ő tízezrét. Saul igen megharagúék, és gonosznak tetszik az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak tízezret tulajdonítanak, és nékem tulajdonítják az ezret. Így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz Dávidra, sőt, azután is. Másnap pedig megszállta Sault, Istentől küldött gonosz szellem, és profétálni kezdte a maga házában. Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként szokta, és a Dárda Saul kezében volt. És elhajtta Saul a Dárdát, azt gondolván Dávidot a falhoz szegezem. De Dávid két izben is félrehajult előre, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert az úr vele volt, Saultól pedig eltávozik. Na, itt kezdődik a Dávidnak a dicsőséges története. Mint adja egy hívőt hallanék, hogy amikor megtértem, olyan csodálatos volt minden. Minden imámat meghallgatta az úr, és most tessék, hogyan akarnak Dobni dárdával, a saját házamba. Kétszer is. És akkor elkezdték Saul, Saul és a Saulnak az emberé Dávidot üldözni, és a Dávid szegényke elkezdi imádkozni az 55. Zsoltárt. Azt mondja az 55. Zsoltárba, mert nem ellenség szidalmazott engem hisz azt elszenvedtem volna. Nem, nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat előle, hanem te, hozzám hasonló, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegbe. Na, stb. stb. És akkor még itt a 23-as, 23 mondja, hogy veszed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy a valamikor ingadozzék az igaz. Nem akarom az egészet felolvasni, de menjünk a 63. Zsoltára, mert utána Dávid elkezdett bujdokolni, bujdokolni méghozzá a pusztába bujdokolt, Saul pedig üldözte őt méghozzá nagy sereggel, sok ezer emberrel sokszor, és majdnem mindig csoda módján menekült meg, majd azt is meglátjuk, hogy, hogy hogyan, de ebbe a pusztába való vándorlás alatt van egy Zsoltár, ami születik, a 63. Zsoltár, Dávid Zsoltár, mikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, szomjúhoz lelkem téged, sóvárok testem, a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen, te a kegyelmed jobb, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak azért életem fogytáig. A te nevedben emelném fel kezeimet mintha zsírral és kövérséggel telnék meg a lelkem, mikor víg ajakkal dicsérlek téged az én szavaim. Ha reád gondolok, ágyamban, őrváltásról, ölváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik veszedelmet kezeresik, lelkemet a föld mélységeibe jutnak. Szabja martalikáján esnek el, és a rókáknak lesznek eledele. A király pedig örvendezni fog Istenben. Dicséri őt, i mindaz, aki őre esküszik, mert bedugatik a hazugok szája. És a 18. Zsoltár. Nem, akar, nagyon sok Zsoltár van, most egy párat mondok csak. 18. Zsoltár. Az éneklőmesternek az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az úrhoz az énekek szavait azon napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből és Saul kezéből. És mondta, szeretlek Uram én erősségem, az Úr az én kősziklám váram és szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, és az istenetelenség árjai rettentettek engemet. Utána folytatom a 17-es verstől. Lenyúlt a magas, 18-17, lenyúlt a magasságból, és felvett engem, kivont engem nagy vizekből megszabadított engem az én erős ellenségemtől, és az én gyűlölömből, akik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek, veszedelem napján, de az Úr volt az én támaszom. És kivitt engem tágas helyre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. 24-es vers. És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én védkemtől. Ez a 24-es vers utal egy nagyon érdekes amit most gyorsan fel is olvasok. Tehát tökéletes voltam előtte, és őrizkedtem az én vétkemtől. Vajon mit, mit gondol ekkor Dávid? Milyen vétkétől őrizkedhetett? Volt valami a Dávid életében, ami sorba őt el szokta buktatni, és mi lehetett ez? És meg is nézzük mindjárt, hogy mi volt ez. Na mindjárt, mindjárt mondom. Igen, most nem, nem úgy megyek, ahogy akartam. Igen, megvan. A Sám, egy 25-ben van ez a kis történet. Arról szól, hogy volt egy istentelen ember, akit Nábálnak hívtak, és az ő felesége volt Abigail. És Dávid, amikor, az, amikor menekült Saul elől, mert sok éven keresztül menekült. Szóval ez, ez nem olyan egyszerű történet. Majd egyszer összeadom a Biblia szerint, vagy, vagy veszek egy könyvet a mondjuk felén, ahol összeszámolták már, hogy hány évig bújdosott a Dávid Saul elől. De több évig, hát csak külföldi tartózkodása volt majdnem másfél év, amikor aztán a királyságát elfoglalta. Ez volt a, a végső pontja, amikor diszidálni kellett a saját országából. Több mint tíz év. Ejjaj! Halljátok, több mint tíz év. <laughs> ez egy kis nehézség volt. Nem ez volt a legnehezebb Dávid életében, de ez egy nagyon komoly, hosszú nehézség volt, ami többig tíz, tíz évig tartott. Tehát volt ez az istentelen ember, aki, mikor Dávid kért tőle valamit, azt mondta, ki ez a Dávid, nem adok neki semmit. Elmének azért Dávid szolgálja, és szólának, nábának mind, e beszédek szerint Dávid nevében kértek cukrot, meg ilyesmit. Nábál pedig felele Dávid szolgáinak, és monda: kicsoda Dávid, Keny kenyeret és ételt kértek, kicsoda Dávid, és kicsoda isainak fia. Mai na napságon sok olyan szolga van, aki elszöknek uruktól. Vegyen azért kenyeremet és vizemet, az én levágott marhámat, amelyet a nyiroknak vágtam le, hogy olyan embernek adjam, akiről azt sem tudom, hova való? Na most azért Dávid már rengeteget győzött. Dávid legyőzte a Filiszteust is. Ez azért ne, ne haragudjunk már. Nem egy kis valaki volt. Hát énekelték az asszonyok, hogy Dávid legyőzte a tízezrét. Hát látták a Filiszteust, hogy a fejét levágta, bevitte Jeruzsálembe. Hát nehogy már, nem is. Azt mondja, mi ez? Ki ez a Dávid? Milyen Dávid? Hol van? Mi? Dávid? Na ő is elszökött. Hát menj, hajjon éljen. Ezt mondja neki. Ez a nábál. Akkor megfordulának a Dávid szolgálja az ő útjukra, és visszatérének, és mikor megérkezének, értesítették őt mind e beszédek felől, és mond Dávid az ő embereinek: kösse fel mindenki kardját, és felköté mindenki a kardját. Dávid is felköti az ő kardját, és felment Dávid után, mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyászoknál. Abigai pedig a Nábál feleségét értesíti a szolgák közül egy ifjú mondván, Ímé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő előzi őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásuk, és semmi sem hiányzott az alatt, az egész idő alatt, míg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mint éjjel minden, mint éjjel, Ja, kőfal minden éjjel, mint nappal, az alatt, az egész idő alatt, amíg velük voltunk. Most azért értsd meg, és lássad meg, stb. stb. És mondta, igen, az ő szolgáinak ez az okos nő, hogy kenyeret, szőlőt, mindent készítsetek, és viszi Dávidnak. És történt, hogy amint szamáron megy vala, és leereszkedik a hegyen egyik mellékösvényén, Abigail, ímét Dávid, és az ő emberei lejövének elébe, és összetalálkozik velük. Dávid pedig azt mondta, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizetett nékem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most, és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyom mind abból, ami az övé, még egy ebet sem. És itt van a citálás a Zsoltárok 14 re Dávid bűnére. Tehát, mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborulva Dávid előtt és meghajtá magát a földig, és a lábához borulta, és mondta, ó uram, én magam vagyok a bűnös. Mindazáltal hadd beszéljek a te szolgáló lányod te előtted, és hallgass meg, Szolgálányodnak szavait. Bocsáss meg azért, 28-as vers, a te szolgáló lányodnak védkét. Ez magáról beszél, mint ő védkezett volna. A te szolgáló lányodnak védkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az úr. Mert az úrnak harcait harcolja az én uram. És gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Ez a nő ismerte Dávidot. Hallott róla, és azt mondta, hogy az Úrnak a harcát harcolod. Ne csinálj bolondságot, és ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözön és életed ellen törjön az én Uramnak lelke, az élőknek csomójába lesz bekötve, az Úrnál a te Istenednél ellenségeidnek, lelkét pedig a paritjának öblébe fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én Uramnak mind, az szerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, Akkoró uram nem leendez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál. És hogy az én Uram saját maga szerzett magának elég tételt. Mikor azért, igen, profitál. És mondta Dávid, igen, mikor azért jót tesz az úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. Te teljesen biztos volt benne, hogy Dávid uralomra jut, és azt mondja, akkor majd emlékezzé meg rólam. A felesége is lesz neki nem sokára. Na, mondtad, de nem erről van szó. És <laughs> a Dávid abigailnak, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban ne keveredjem, és ne saját kezemmel szerezek magamnak elégtételt. Igen. Mert egész eddig Dávid úgy jutott el, hogy nem saját maga emelte föl magát. És egy óriási kísértésbe került, hogy majd most saját maga megvalósítja magát. Fölkötötte már a kardot, és hogyha ez az okos asszony nem jön, bizony levágott mindenkit. És bizony nagy bűne lett volna. És akkor mondja a Zsoltárba, hogy köszönöm Uram, hogy az én védkemet nem követtem el. Ezt, hogy, hogy megtartsam magam, hogy bosszútáljak magamért, hogy, hogy én majd kivívjam az én igazságomat, hogy nem az úr... Az, azt mondja Abigail, te az úrnak a harcát harcolod, Dávid. Nem a saját harcodat, nem a saját sérelmeidet, nem a saját dolgaidat, hanem az Úrnak a dolgait. Az Úr miatt kell lenned. Hát ez az, ami nekünk is egy válasz, ez egy új szövetségi gondolat. Nem lehetünk benne a saját sérelmeinkbe állandóan, nem lehetünk benne a saját félelmeinkbe, a saját, hogy is mondjam, gondolatainkba, hanem bele kell menni az Úrnak a. a, a életében, amit a Veranén imádkozott, hogy minden félelemből kimentett bennünket az Úr, de csak úgy lehet, hogyha az Úrnak a harcát harcoljuk. És menjünk tovább, hogy egy picit vissza, mert, mert Dávid tudta ezt a lelkületet, nagyon is tudta, és de na, meg, akar, meg akart az ördögöt ezzel támadni. Majd többször is látjuk, hogy ez egy, visszajövő kísértés volt az ő életében. Most arról nem beszélek, hogy amikor aki bemegy és a szent kenyereket megeszi, egy olyan dolgot te tett, amit nem tehetett volna. De nem akarom felolvasni, de majd amikor olvasgatjátok a Dávid történetét, meglátjátok, hogy a papoknál voltak ilyen szent kenyerek, amiket cserélgettek, és azt nem ehette volna meg Dávid. De Dávid kiéhezett volt és menekült Saul elől, és megette a kenyereket, mert ő tudta, hogy az ő istene a szentelt kenyereket nem tartja nagyobbra, mint őt. És minden félelem nélkül megette. Értitek? Szabad volt. Szerette az urat. Jóba volt az Istennel. Ismerte az Istennek a gondolatait és az Istennek a lelkét, és tudta, hogy a törvényeket is miért adta és hogyan gondolta, és nem a törvény szerint élt, hanem a törvény. Szoktam mondani, múltkor megbüntetett egy ilyen. Már nem tudom micsoda. Bizonytalan voltam, és befordultam egy ilyen nagyon széles zebrára, hogy felhívjam telefonon, akihez érkeztem. Ez kiugrott a fa, el... fa mögül, és lefotózott lefotózott, és megbüntetett. És akkor mondtam, maga egy nem rendes ember. Tudom, persze, de én mondja azt, hogy menjek el, ne álljak itt meg, de mondom, telefonáltam, a forgalmat nem akartam föntartani, de báltam, de gyalogos sehol nem volt, lámpa se volt, ez a csók körüli rész volt. És mondom, a törvény szelleme nem az, hogy engem meg kell büntetni, hanem az, hogy ne parkoljanak az ebrára, stb. stb. De én nem akartam itt megállni se, egyszerűen a törvény törvényalkotónak a szándékát kell ismerni, és nem a törvényt. Érted? És a törvényalkotónak nem az a szándék, hogy egy rendes embert megbüntessenek, aki egyébként ilyen helyeken nem áll meg és nem parkol le. És ment is a motor ott volt a bicskei mellettem, és akartunk is elmenni, csak tele nem tudtunk megállni sehol, és telefonáltunk, hogy jöjjön valaki ki, mert egy laptopot akartunk átadni a csógalériásnak. És akkor mondtam, hogy maga megbüntethet engem, de magának nincs igaza. Törvényileg sincs igaza, bár a betű szerint meg fog most büntetni. És hát szegény Bicske is nagyon fölháborodott. Mondtam, de én nem háborodtam föl. Gyurit is lenyugtattam, hogy nyugodj meg, ez meg fog büntetni. Ez itt háborozik a fa mellett, fa mögött. Naponta 25-ször kiugrik, és megbünteti azt, azt a szerencsétlent, aki meg akar csak állni, hogy ott a forgalmat ne. De a törvényalkotónak nem ez volt a szándéka, és ismerte Dávid a törvényalkotónak a szívét. Képzeld el, ismerte. És azért tudott így imádkozni, azért tudott így gondolkodni, mert ismerte a szívét. Bújdosik itt mindenféle Dávid, és azt mondja, hogy és Dávid elméne onnan, és engedi erősségei közt tartózkodik. Lőn pedig, hogy amikor visszatér a Saul a filiszterusok üldözéséből, meg néki, mondván, ímé Dávid az engedi pusztájában van, maga mellé nezét Saul, az egész Izrael közül háromezer válogatott embert. És elment, hogy megkeresett Dávidot, és az ő embereit a vadkecskék kőszikláin és eljutott a juhok, juhak, juhakolhoz, amelyet az útfélen vannak, hol egy barlang volt, és beménes Saul, hogy ott szükségét végezze. Dávid pedig és az ő emberei a barlang rejtekeiben voltak. Akkor mondanak Dávidnak az ő emberei, Imi ez az a nap, melyről az úr mondotta az úr nékem, ime, kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkele azért Dávid, és elmetszé orozva Saul ruhájának a szárnyát. Lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszé Saul ruhájának a szárnyát. És mondta az ő emberének: oltalmazzon meg engem az Úr hogy így dolgot cselekedjem, az én urammal, az úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. És megfeddi Dávid keményen szókkal embereit, és nem engedte meg nékik, hogy Saul ellen támadjanak, mikor pedig Saul felkelt a barlangból, és elment az úton, Dávid is felkent, felkent azután, és kiment a barlangból, és Saul után kiállt a mondván, Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tön néki. És mondan, Dávid Saulnak, miért hallgatsz az olyan emberek szavaira, akik azt mondják, imé Dávid romlásodra tör. Imé a mai napon látták a te szemeit, hogy az Úr téged kezembe adott, a ma a barlangba, és azt mondották, hogy őjelek meg téged, de én kedvezék néked, és azt mondám, nem emelem fel kezemet az én úram ellen, mert az úrnak felkentje ő. Azért, atyám, nézd ugyan, nézd felső ruhádnak szárnyát kezembe, mert mikor levágtam felső ruhádnak szárnyát, nem öltelek meg téged. Azért tudd meg, és lássad, hogy nincsen az én kezemben hamiság és semmi gonoszság, és nem védkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedel, hogy elveszed azt. Az Úr tegyen ítéleted közöttem és közötted, és álljon bosszút az Úr, értem is rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, de az én kezem nem lesz ellened. Ki ellen jött ki a Izrael királya? Kit kergetsz? Egy bolhát? Egy ebet? Legyen azért az Úr bíra, tegyen ítéletet közöttem és közötted. És lássa meg az ő, forgassa az én ügyemet, a szabadítson meg engem kezedből. És lőn, hogy amikor elmondott a Dávide szókat, Saul előtt mondta Saul, a te szabad azért, fiam, Dávid, és felülti át a Saul, és elkezdett sírni. És mond a Dávidnak, te igazságosabb vagy én nálam, mert te jó cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. És te megmondottad nékem a mai napon, minél jó jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te meg sem öltél. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében, az úton. Annak okáért fizessen az Úr néked jóval, azért, amit velem ma cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszel, és Izraelnek királysága a te kezedbe állandó lesz, esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani a maradékomat, és nevemet nem fogod kitörölni, atyám házából, és Dávid megesküvék Saulnak, és Saul elméne haza. Dávid pedig, és az ő emberé felmenének az ő erősségükbe. Ez az új szövetségnek a szelleme. Amikor azt mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik küldöznek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, áldjátok és ne átkozzátok. Ez a szellem az, amely Jézus szelleme, az Isten szelleme. Ez a látás az, amit Dávidot Isten szíve szerinti férfiútvá tette. És ez az a gondolkozásmód, amely ma nagyon hiányzik az emberekből. És megmondom nektek őszintén, hogy ezért euh, nagyon fontos dolog, hogy így gondolkozunk mi is. Többször euh, eszembe jutott, és meg kellett, hogy szabaduljak, meg kellett, hogy térjek a katolikus egyház gyalázásából és szidásából. Például. Ezt csak most példának mondom. Persze, Saulról elment a kenet. Persze, Saul bűnbe került. Persze, Saul a végén a halott idézőhöz megy. De Dávid mit nyilatkozik róla? Isten felkentje. Miért a katolikus egyház nem az Istentől indult el? Akár csak a Saul. Vagy azok az emberek, akik eltévejettek, nem az Istentől indultak el. És legtöbbször az Istennek az emberei emelik fel ellenük a kezüket. Az Istennek az emberei, akiket a Szentlélek vezet, azok akarnak harcolni. Az elesettek, a megtévedtek ellen. De Isten nem adta nekünk ezt a munkát. Isten nem adta nekünk ezt a, ezt a dolgot, hanem Isten azt adta nekünk, hogy őt szolgáljuk, hogy teljünk be Szent Szellemmel. És ebbe a helyzetbe két zsoltár is van, az 57-es és a 142-es zsoltár. 57-es zsoltár. Dávid segedelemért könyörög, Isten jóságának dicsérete. Az éneklőmesternek az azt a, hé a hétre, Dávid mik támja, mikor Saul elől a barlangban menekült. Könyörülj rajtam, ó Isten! Könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenem, aki jó, végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádok között fekszem, emberek között, akiknek foguk dárda, és nyilak, nyelvük pedig éles szabja. Magasztattassál fel az egegik, fejebb, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Hálát, hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyet, vermet ástak én előttem, de ők estek abba bele. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem. Hadd énekeljek és zengedezzek, serkány fel, én dicsőségem, serkány fel, te lant és hárfa, hadd költsen fel a hajnalt. Hálát adok néked, az én uram, a népek között, és zengedezek néked, mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztartassá fel az egek felett, ó Isten, mind az egész Földön legyen a te dicsőséged. Ezt imádkozott benne a barlangba. Magasztaltassék fel az Isten kegyelme az egekig, és feljebb, és feljebb, és feljebb, ott imádkozza kijön a barlangból, és dicséri az Urat, és zengedezik, és azt mondja, hogy Uram, te meg engem! És mi ugyanígy vagyunk, képzeljétek el, annyi minden leselkedik rám, és annyi tűzhányok között vagy te is, meg én is, és annyi ellenségünk van, és annyi, annyian sokszor gyűlölnek bennünket ok nélkül, és azt mondja az Úr, de ne menj ellenünk. hagyad az Úrra az ítéletet, hagyjad az Úrra a bosszúállást, hagyjad az Úrra, hogy rendbe rakja, mert képzeld el az Úr, akit megsebez, az be is köti. Te pedig, akit megsebzel, nem tudod bekötni. De az Úr be tudja kötni. Te nem tudod. Ezért az Úr majd bosszút áll, de nem úgy áll bosszút, hogy lenyakazza, hanem megsebzi, hogy be is köti. Úgy. Tehát erről majd beszélünk még most, er, ebben nem akarok, nem akarok, ö, melyik volt még a másik Zsoltára? Száz. Jó, 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 most vissza kell mennem, mert nem tudom melyik volt. 142-es Zsoltár és akkor mindjárt befejezem, csak egy kicsit köszönöm. Érzitek, ne, nem könnyű, nem ebbe menni itt előre, nagyon sok ige van, nagyon sok minden, de érdemes egy kicsit letáborozni. Dávid tanítása, imádsága a barlangban létekor. Tehát ottan menekül, ottan meghúzódik, és úgy néz ki, hogy jön ellene négyezer ember. Hát, hogyha oda bemegy, csak tíz vagy, vagy elkiáltja magát, Saul, hogy, hogy itt vannak, hát bemennek és megölik mindet. Ott falnak lapulva, nem is tudom, hogy hogy tudta levágni a ruhájának a szárnyát, valahogy úgy, hogy szerintem mivel dolgát végezte, levetette ezt a, ezt a hacukát magáról, és odébb ment, és az alatt elvágta Dávid egy darabot a ruhájából. De hát mi, milyen, milyen frázba lehetett, hogy hogy remeghetett ott mindenki, hát... Hát ott lesöpörték volna, azt mondja, mi egy bolhát kergetsz, vagy egy ebet. Hát ki hát érted, minek érzi magát? Egy bolhának, egy egy utolsó kutyának, nem királynak. És sokszor van így az ember, és azt mondja. Hány az is, 142. Igen. Fenn hívom az Urat, fenn szóval könyörgök az Úrhoz. Kijöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Mikor elcsügged benned a lelkem, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, és örökségem az élőknek földén. Figyelmes esedézéseimre, mert igen, nyomorult vagyok, szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezess ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljak a te nevedet. Az igazak vegyenek engem körül, mikor jót teszel majd velem. Ezt imádkozza. És amikor Saul megesketi Dávidot, hogy nem fog tenni semmi rosszat, tudjátok, abban az időben az volt a szokás, hogy az új király kiírtott. És ezért ez volt a szokás, hogy a királyok azt mondja, hogy ne akarjatok királyt. Azt mondja, Isten, ne akarjatok királyt, mert az, az Istennek nem ez az. A, egy királyotok van az Isten, de a nép királyt akart. És a, a királyságnak ez volt az egyik következménye, hogy kiirtották a másiknak a rokonságát. És Dávid ezt is megígéri, hogy nem írtja ki, sőt, látjuk, hogy a, a végén még az asztalánál ül Saulnak egyik rokona. Mefibóset, igen, valami sánta ember. Majd eljutunk oda is, amikor vesszük szépen az igéket. És látjuk, hogy megesküld. Képzeld el, hát ne, öt perccel azelőtt még arról volt szó, hogy meghalok. Dávid szempontjából. És öt perc múlva arról van szó, hogy Saul hal meg. Figyelj, amikor fordul a kocka, akkor nagyon nagy dolgok történnek. Neked készen kell állnod. Istennel jársz, nehogy már állandóan agozós nyomorgasson téged, nehogy állandóan te legyél a barlangba, nehogy állandóan te meneküljél, nehogy állandóan azt gondolod, hogy mindig így lesz. Mert az ördög ezt akarja elhitetni, és nehogy azt gondolod, hogy majd most kezedbe kell venned a sorsodat. Isten mentsen meg, amit a karcsi is mondott. Bár ne akarnánk kezünkbe venni a sorsunkat, hanem Isten Isten vegye kézbe az én sorsomat. És amikor Isten veszi kézbe az én sorsomat, akkor hasmenés lesz Saulnak. Igen. És abszolút nem bír odafigyelni. Ugye gyötrődik ott benn. Levágják a ruháját, meg mindent. Örül, hogy megkönnyebbül, és akkor kiderül, hogy meg kellett volna halnia. De Dávid nem ölte meg. És ezen a történeten keresztül értjük meg azt, amikor mondja a Zsoltárba, hogy az én bűnömtől megszabadítottál engem. Hogy nem álltam bosszúti magamért, hogy nem a saját harcomat harcoltam, hogy nem a saját életemet akartam megmenteni, és ekkor jön be Jézus, hogy aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti azt. És az az alíz, aki elveszíti az ő életét, megmenti az az alíz az életét és az a Mária, és az a Károly, és az a stb. stb. Az a szó, aki elveszti az Úr ér, az ő életét, az megmenti, megmenekül, mert az Úr nem hagy el téged. Az Úr nem hagy el téged, ha ő, ő miatta kerülsz bajba. Ha, ha az ő harcát harcolod, akkor ő nem hagy el téged. Most megint beleolvastam a Máté könyvbe a mamutba, mert odaadtam megint valakinek, és csak úgy úgy beleolvastam, és ahogy emlékszem, amikor a Lantos gyuri akkor jártunk le még Zalába prédikálni, és akkor a Gyurinak mondtam, hogy Gyuri, hónapok óta nézünk szembe a halállal, meddig lehet ez bírni? Meddig lehet ez bírni? És akkor a Gyuri se tudott mit mondani, meg én se tudtam mit mondani, imádkoztunk. De megmondom nektek őszintén, hogy Istennel mindent ki lehet bírni. És akkor a, a kubinyi papa, én se figyeltem erre, mert most megint elolvastam, hogy egy szuszra szinte az egészet. Azt mondja, hogy az se lett volna veszteség, hogyha a máté meghal, hanem az a veszteség, hogyha mi elhagyjuk az urat. Az a veszteség, hogyha nem bízunk benne. Az a veszteség, hogyha nem hiszük el, hogyha máté meghal is, van értelme. Az ő halálának van értelme egy csomó mindennek. Azt, sokszor azt hiszik az emberek, hogyha az ő elképzelésük porba hullik, akkor nincs értelme az életüknek. Pedig Isten csak megvizsgálja te szívedet, hogy mi van benne. Bevittelek téged a nyomorúságba. Bevittelek téged a, a, a pusztába. Hogy? Miért? Hogy? Meglássam, hogy mi van benned. Meglássam, hogy hogy gondolkozol a nehézségbe. Meglássam, hogy hitetlen leszel. Elkezded járni a saját útjaidat. állsz magadért. Elkezded harcolni a saját harcaidat. Hát hagyd abba a saját harcaidat, mert abba elfáradsz. Mikor mondja már az ember, én már nem bírok tovább harcolni. Hála Istennek. Végre eljutottunk ide. De vannak ilyen combos testvérek? akik nagy erővel rendelkeznek, harcolnak egy életen keresztül. A saját igazukért, a saját harcukért. És még egyszer erre a tiszteletre, és ez az utolsó gondolat, amit már említettem a katolikus egyházzal szemben, nem csak a katolikus egyházzal szembe van ez, nem csak ezzel, hanem egyszerűen a, maga a tisztelet. Maga a tisztelet azok felé, az emberek felé, akik valamilyen pozíciót valahol betöltenek, mert úgy érzem, hogy ez a tisztelet oly mértékbe veszett el, hogy én magamon vettem észre, hogy győrbe voltam, és mondták, hogy valamilyen miniszter érkezik, és mondtam, ki a kutyát érdekel egy miniszter? És éreztem, hogy egy ilyen végtelen tiszteletlenség van bennem, hogy köpni akartam egyet. És akkor rájöttem, hogy ez egy gonosz dolog. Nem lehet így élni, nem lehet így uralkodni se, nem lehet így semmit se csinálni ebbe az országba. Semmilyen változás se szocialisták, se Fidesz, senki nem fog tudni semmit se csinálni, ha egy tiszteletlenség és egy lenézés lesz. Képzel, lehetetlen. Lehetetlen egy olyan népet vezetni, aki széthúz. Lehetetlen egy olyan népet vezetni, aki állandóan átkozódik, állandóan háborog, állandóan baja van, állandóan a vezetőit lenézi, megfúrja, megbuktatja, és akkor örül. És akkor ki jön helyette? Ha? Ki? Mindig rosszabb, így van. Mindig rosszabb. Nem jobb lesz. Persze. Ott volt én az újkor, hát a Jutka sokkal többet, csak Franciaországban. A francia forradalom, az angol polgári forradalom. Hova jutottak el ezek az emberek? Végül tömeggyilkosok lettek, mint Lenin meg a többiek. Rosszabbak lettek, mint akiket lemészároltak, akiket eltakarítottak. Rosszabbak lettek. Nehogy azt mondjuk, hogy jobb az életünk, Persze, nem ezt vártuk. Hát akkor most mi van? Hát nem lehet, nem lehet úgy élni, hogy le, levágjuk, levágjuk, érted, a megtévedt vezetőket, levágjuk őket, lekardozzuk őket, beléjük taposunk, kinyomjuk őket a barlangba, bele a pöcegödörbe húzzuk, mert megérdemlik. Mert nem, ez nem Istennek a gondolata. Képzeld el, a lázadás nem Isten gondolata, a lázadás a pokolból jön, a lázadás magától az ördögtől jön. És a, mert Isten nem így akarja vezetni az, a, 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 az embereket, hanem megmondom, hogy hogyan. Úgy, hogy felken embereket, úgy, hogy pozitív irányt mutat. A negatív irányjal nem lehet hova menni, az átkozódással nem lehet hova menni, a gyűlölettel nem lehet hova menni, hanem azzal lehet menni valahova, hogy megjelenik egy ember, aki tele van hittel, aki, aki tele van szeretettel, aki tele van örömmel, és vannak emberei. Akik nem akarják őt megbuktatni, mert Dávid is, e, né, na, először 400 embere volt, aztán 600. 600 válogatott embere volt. Nem volt Dávid egyedül, majd aztán a királyságra jutásának az utolsó pillanatában ez a 600 ember meg akarja kövezni őt, mert nem bírják tovább, cérnával. De 600 ember ott volt, amikor ezt a Abigailnak a férjét, ezt a nábótot, nem nábótot, nábát, na nábót annak szőlője volt, na. Nábát le akarja, akkor... Ott, ott, ott harcos emberek voltak, Dávid, Dávid nem volt egyedül, Dávid nem bújdosott egyedül, Dávid nem ment egyedül, hanem komoly támogatása volt a bújdosás közepette is. Tehát nem létezik az, hogy egy vezető egyedül vezető tudjon lenni. Hát már Hofi is megmondta, hogy két ember van ott, az egyiknek vezetőnek kell lenni, mert ő meg kétfelé mennek. Tehát amikor valaki vezető, nem szabad megbuktatni, nem szabad megfurni. Ha valaki úgy érzi, hogy jobbat tud, akkor álljon elő, és vezessen, kezdjen el valamit. De ne azzal foglalkozon, hogy a meglévőt megbuktatja, mert nem ezt adja az Isten. Nem a te feladatod megbuktatni a katolikus egyházat, nem a te feladatod engem se megbuktatni ebben a közösségben nagyon sokan az úgy érezték, hogy feladatuk engem megbuktatni. Komolyan mondom. Sőt, a mai napig imádkoznak érte, hogy bukjak meg. Nem baj, ugyanez van. A hívők között, a így gyülekezetek imádkoznak, hogy bukjanak meg a takácsferiék. Sőt, a halálnak a szellemét osszák. Úgyhogy a görbic is azt osztotta, éreztétek, ugye? A halálnak a szellemét, amikor itt volt. Azt osztotta? Nem azt osztotta akkor miről beszélünk? Nem erre van szükség, és nekem sem, és neked sem kell megmutatnod a német Sándort. Hát nem ez a feladatunkért, ez az ördögnek az akarata, hogy a hívők ilyen indulattal legyenek. Nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy beálljunk Isten emberei mögé, és ott legyünk, és Isten megvédjen bennünket, és harcoljunk a gonosz ellen. És hogyha nem itt van az az Isten embere, aki mellett tudsz harcolni, akkor rájál oda, ahol tudsz harcolni. De be kell állni, és nem lehet állandóan a tekintély ellen menni. Nem lehet állandóan megbuktatni. Bár én mondom ezt, aki mindig ilyen lázadó voltam. De hát én is learatom a gyümölcsét. Igaza van a bogárnak, befejeződött az alkalom. Ámen.